5 perces időkeretben. Természetesen sorrendcserét valósítottam meg, mivel Zikárpád Dániel a másik képviselő, a másik felszóló nincs a teremben, ezért úgy döntöttem, hogy az ön számára biztosítom a lehetőséget, parancsoljon. Képviselő úr kártyáját szíveskedjen elhelyezni, mert enélkül sajnos nem tudjuk kihangosítani a termet, úgyhogy megvárjuk, helyezzel nyugodtan az időkeretbe, beszámít, újraindulunk. Elnézését kérem a technikai problémákért, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország és a Kárpát-medence földrajzi helyzetéből adódóan Eurázsia ezen zónájában kiemelkedő jelentőséggel bíró gyepterületeket tartott fent az elmúlt évszázadokban. A hagyományos legeltetéses állattartás, a folyók szabályozatlansága, a folyók hordalék kupján létrejött hatalmas gyepek egyaránt meghatározták a Kárpát-medence képét, és ezáltal meghatározói lettek a magyar nemzet és a társadalom alakulásának. Néprajzi hagyományaink sokasága, az állattartás és tájhasználati hagyományaink sokasága egyértelműen kötődik konkrétan a gyepekhez, a legeltetéses hagyományos szilaj és félszilaj állattartási rendszerekhez. Azonban az elmúlt időszak, és főleg említhetem itt a rendszerváltás óta eltelt 26 esztendőt, nagyon-nagyon sok tekintetben vonta kétségbe annak a lehetőségét, hogy hogyan maradjanak fent a gyepterületeink. Mindez azért fontos, mert nem csak magyarországi jogszabályi háttér, nem csak magyarországi jogszabályi környezet teszi lehet szükségessé azt, hogy Magyarország ez ügyben tegyen, hanem az Európai Parlament és Tanács 1307/2013 EU rendelete szintúgy kötelezővé teszi a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján gyepjeink megőrzését. Azonban nézzük, hogy mi is történt Magyarország gyepjeivel. Magyarországon 1990-ben csaknem 1,2 millió hektár gyep állt még rendelkezésre. 10 évvel később, 2000-ben még mindig 1 millió 50 ezer hektárnyi gyeppel gazdálkodhatott Magyarország. 2010-re sajnos ez a 2000, az a 10 év ugye meghatározta az EU-s agrárpolitikának a bevezetését, a támogatási rendszerek létrejöttét és a támogatás függővé vált Magyarországnak a rendszerét. Ez sajnos már 762 ezer hektára csökkent. 2000 és 2010 között tehát újabb 300 ezer, csak nem 300 ezer hektárnyi gyepet veszítettünk el Magyarországon. 2011-től és a fideszes kormányváltástól függően egy picit megtorpant a lassulás, és most már csak 1000 hektáros nagyságrendekbe tehető a további csökkenés, és hát 758 ezer hektárnyi gyepterülettel próbáljuk megtartani a lehetőségeinket, hogy vajon mi lesz ezen élőhelyeknek a sora. Jelen pillanatban Magyarországon azon tilalom, amit az Európai Parlament és Tanácsi Rendelet említett szabályrendelkezései teremtenek, és azok a lehetőségek, amelyek a gyepbetakarítással kapcsolatos magyarországi szabályok előírnak, minden további nélkül lehetőséget adnának és kötelezettséget adnának arra, hogy a gyepterületeinket fenntartsuk. Sajnos erre nincs Magyarországon meghatározó jogszabályi háttér. Magyarországon a gyepterületeket és a legelőket, ugyanúgy, mint a szántókat, egy általános szabályozással érintjük, eltérően az erdőszabályozástól. Az erdők szabályozásában a Magyarország gyűlés már jóval korábban felismerte azt, hogy nem csökkenhet Magyarország erdőterületeinek nagysága. Ezért előírta azt, hogyha valaki erdőművelésjogú területet ki akar vonni és meg akar szüntetni, akkor ahelyett telepítenie kell akár kétszeres mennyiségben, hogy ez a terület ne csökkenjen. Ellenben Magyarországon sajnos ilyen nincs, és napjainkban, most napi szinten, a nyár folyamán több helyen tapasztalhattuk az Alföldön, hogy különböző mezőgazdasági beruházások, EU-s támogatásokból konkrétan gyepeket tesztek tönkre, beépítik őket. Most jelen pillanatban, miután mezőgazdasági szerkezetben a szántóföldek területének a kereskedelmi értéke lényegesen magasabb, ezért a zöldmezős beruházásoknak a túlnyomó többsége szintén gyepekre irányul. És ezen folyamatok ellen, ezen folyamatok megállítása érdekében szeretném kérni az országgyűlés segítségét és kormánypárti képviselőtársaim támogatását. Én véleményem szerint nem csak az EU szabályozás teremti meg ennek a szükségességét, hanem a magyar nemzeti hagyományok, a magyar tájkép, a Kárpát-medencének természeti öröksége is azt igényli, hogy megőrizzük gyepjeinket, és ne engedjük azt, hogy tovább csökkenjen ezeknek a kiterjedése. Ezért
jogszabálymódosító javaslattal és jogszabályalkotási szándékkal arra kérem a mezőgazdasági bizottságát az országgyűlésnek, hogy szíveskedjen tárgysorozatba venni azon jogszabálymódosító javaslatomat, ami megállítaná a gyepek fogyatkozását. Kérem az országgyűlést, hogy akár módosító indítványokkal, akár kormányzati konkrét szövegszerű javaslatokkal, de segítsen megteremteni ennek a lehetőségét, hogy az állatállam kezdeményezett jogszabálymódosító javaslatok azok megteremtsék a lehetőségét annak, hogy az EU-s kötelezettségeket végre tudjuk hajtani, melyeket most viszonylag figyelmen kívül nagyon sok lábbal tippunk jelen pillanatban is, és az említett rendeletnek különböző cikkeit nagyjából a 40-es cikktől kezdve sok tekintetben megsértjük. Ezeket a lehetőség szerint minél inkább fent tudjuk tartani. Az állandó gyártterületeink mennyisége, amely viszont már a 92/43 európai gazdasági irányelv alapján, tehát Európai Uniós irányelv alapján meghatározza a gyepek fenntartását, jóformán kötelezettségébe adná ezt az országnak. Azt kérem, hogy ebben nyújtsanak segítséget és támogatást. Köszönöm a szót, elnök úr!